A világ ismét Szabadkára érkezett. Egészen a fesztivál végéig kirakodóvásár és régi mesterségek bemutató lesz a város központjában. Ma a fesztivál első napján pedig megnyílt a Matyó Népművészeti Egyesület kiállítása itt a Városháza alatti emléktárboltban. Idén az Interetnón a Matyó népművészeté a főszerep. Ennek külön örül a tárlatot megnyitó Guba Zoltán, a Magyarországi Földművelésügyi Minisztérium Hungarikum főosztályának vezetője, hiszen ő már gyerekkorától egészen közelről ismeri a Matyó népművészetet. Nekem rokoni szálak fűznek a Matyó népművészethez. Én Egerben nőttem föl, ugyanakkor az apai nagymamám, ő Matyó asszony volt. A tárlat megnyitó után leszakadt az ég, és emiatt a világzenei kis színpad helyett a Sörsátorban lépett fel a kéttagú délalföldi népzenét játszó Tarhonya banda. Tamás Áron azt mondja, hogy a klarinéttal és a tekerővel bárhol játszhatnak. A népzenében nagyon szeretem, hogy nagyon szabad. Már hogy esik az eső, mondjuk más színpadon semmi nincs, semmi, itt leültünk. Zenélünk. Ezt nagyon szeretem benne. Az eső a közönséget sem ijesztette el. Minden évben eljövünk azért, mert nyugdíjasok vagyunk, és minden érdekül bennünket, ilyen fiatalok. Voltunk fokhagyma bálon, voltunk a Szent Istvánon, Palicson, úgyhogy minden ilyen összejövetelre eljövünk. Az esti nyitóceremónia már a tervek szerint alakult. A megnyitó Nyilas Mihály tartományi oktatási, közigazgatási és nemzeti közösségi titkár, Maglai Jenő Szabadka polgármestere és Szász Jenő, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke köszöntötte a fellépőket és a közönséget. A saját értékeinknél nincs fontosabb, de ezeket felismerni, megismerni, összegyűjteni, megmutatni másoknak, újakat felfedezni nem kis munka. Rossz hírem van, ezt a feladatot nem végzi el helyettünk senki. A nyitó ünnepségen hagyományszerűen felvonultak a külföldi és a hazai néptánccsoportok. Idén 8 ország táncosai és zenészei mutatkoznak majd be Szabadka legnagyobb népművészeti rendezvényén.